Sziasztok, az MX Gár csatornát nézitek, de mondhatnám azt is, hogy KTM csatornát nézitek, mert hogy KTM termékekről fog beszélni. Sajnos az a szomorú magyar valóság, tisztelt a kivételnek, bár így kapásban nem tudok felsorolni kivételeket, de a legtöbb KTM kereskedésben alig kaptok olyan alkatrészeket, amiket napi fogyóeszköznek mondanám. És itt egy párat ide kiterítettem az asztalig, a szervizbe egyébként van egy jó pár, de most oda lusta voltam átmenni. Tehát, hogy mi azért tartunk elég sokat, mivel mi is magunk is ezeket használjuk, és nálunk is azért már rájöttünk, hogy mik azok, amik fogynak ezekből, és mivel elég sokat szervizelünk is, ezért muszáj, hogy legyenek ilyenek, mert ami manapság az, hogy amit meg kell rendelni, ugye a KTM-n is így van, azt nem tudod, hogy mikor fogod megkapni, és azért amikor egy kikelcsered, meg egy szétégetted a kuplungodat ebbe az extrém enduróba, és kikelcserélned, akkor nem biztos, hogy van rá mint egy hónapod, vagy akár több mint egy hónapot, hogy megvárd, még a KTM-nek lesz raktáron. Ugye egy-két dolgot mutatnék is, például ez egy KTM kuplung készlet, ebben benne van a kopó, a fémlemez is, és még a rugó is, ugye itt már nem spirálrugó van, hanem ilyen laprugóval van ez az újabb megoldás. Van itt egyébként ezek a gyári szűrőink, tehát itt komplett így vannak, ez a benzinszűrőhöz szűrő, de van itt egyébként mikroszűrő is egy jó pár darab raktáron. Ezek például egy tök jó dolog, mert ez kerékbe mágnes, ezt vagy elhagyjátok vele, ki több kereket használ egyszerre, a másikba is bele kell rakni a mágnest. Ez például már a Tomi többet sikerült eltörnie, ugye nem egy egyszerű, mert hogy ez, mint halljátok, ez fémből van, de még így is sikerült, tehát ez is van raktáron, erősebb rugók vannak, ugye gyárilag ezek 75-85 kilóig vannak, hát én is éppen fogyózásban vagyok, de jóval több vagyok, mint 85, úgyhogy ha nehezebb vagy, akkor ajánlott a rugó, mert ugye a rugó előfeszítése, hogy azt tekergeted, azzal csak teljesen tönkre teszed az egész rugózását a motornak, ugyanis azzal a rugó erőséget nem változtatod, csak a statikus süllyedését elrontod a motornak, tehát az 35 mm, ugye, mint már mondtam, be kell állítani, és hogyha ráülsz és sokkal többet ülsz össze, mint 10 centi, akkor az azt jelenti, hogy neked puha az a rugó, és hiába feszíted elő, a rugó erősség ez nem változik, ez állandó. Akkor kell venned egy erősebb rugót. Akkor van egyébként szenzor, ugye, ami gyakran tönkre szokott menni, ez a méri a nyomást lent a karter nyomást, és akkor az, ha tönkre egy, akkor teljesen rosszul működik a motor, úgyhogy azt is tartunk, mert az is tönkre szól, hogy van itt hengerszett, dugattyú, hajtókar például van raktáron nekünk, akkor van főtengely csapálykészlet, ugye 100 óra körül dugót kell cserélni, és hogyha a második dugót cserélnél, már a főtengely csapágy is a harmadik dugót cserédet nem fogja kibírni, ugye 200 óra körül a két főtengely csapágyat is cserélt ki, és ha már a kezedben van a főtengely, akkor a hajtókart is cserélt ki. Ez saját tapasztalatból mondjuk, az én motorom az pont most ért el erre a szintre, hogy most lesz megcsinálva éppen ez a művelet rajta. Ezen kívül, ami még nagyon fontos, hogy tartunk küllőket is, KTM gyári fekete küllőket raktáron küllőanyával együtt, mert sajnos ezt se tartanak a KTM boltokba, úgyhogy, mint mondtam, tisztelt a kivétek, biztos van, aki tart, de ezek is vannak. Ezek ők bazisok tömítés, ez például a benzinpumpának, meg az összes, ez egy ilyen komplett ilyen benzinrendszer tömítés, ilyen is van. Úgyhogy hát van itt bőven választék, ilyen KTM fogyó alkatrészek, úgyhogy gyertek be, ezeket itt megtaláljátok nálunk. Köszönöm, hogy megnéztetek, sziasztok!